Utcára vonul a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceum szülői csoportja, így fejezik ki tiltakozásukat a tanintézmény működésének ellehetetlenítése miatt. A kislányom minden héten legalább egyszer megkérdezi, mi a helyzet az iskolával. Ezt meséli a Római Katolikus Teológiai Liceumban tanuló egyik diák szülője. Szatmári Zsolt szerint azonban nem csak a diákokon, hanem már a szülőkön is eluralkodott a bizonytalanság. A helyzet stresszes. Lehet, hogy tudják, sokan közülünk a múlt héten talán le voltunk hívva a DNA-hoz is kihallgatásra, illetve tehát mi nem tudjuk, hogy mi fog szeptembertől történni. A szülők a polgármesteri hivatal illetékes osztályára mutatnak. Csiki Csengele szerint egy oktatási minisztériumi átiratban egyértelműen szerepel, hogy az iskolahálózat tervezetét meg kell indokolja az iskolákért felelős igazgatóság. A szakosztály szülői beadványra válaszolva azonban úgy tartja, erre semmi szükség. A minisztériumi átirat szerint az iskolánk lehetőséget kap arra, hogy tovább működhessen, mint jogi személy. Ennek a döntésnek a meghozatala jelen pillanatban a város kezében van. Ezt ők kell meghozzák, az iskolákért felelős igazgatóság. És amiután ők ezt meghozták, azután szabad kezet kap a tanfelügyelőség arra nézve, hogy a ciklusindító osztályainkat el tudja indítani. Az ügyben megkerestük a polgármesteri hivatal illetékeseit. Koszmin Blágás sajtószóvívő híradónknak azt nyilatkozta, a városi tanács már meghozta a szükséges döntést a kérdésben. Az iskola hálózatról minden évben a törvény értelmében döntöttünk, így történt ez idén is. A helyi tanács is megszavazta, de a prefektus törvénytelennek minősítette azt. Meglátjuk, hogy a továbbiakban mi a tennivalónk. A szülők pohara azonban betelt. Március 13-a és 17-e között délelőtt 10 és 11 óra között tiltakozásképpen a Maros megyei kormánybiztosi hivatal épülete elé vonulnak. Az eredeti terv szerint a polgármesteri hivatal épülete előtt szándékoztak tiltakozni, de erre nem kaptak engedélyt.